Kétszer élesztették újra, megélte a klinikai halál állapotát, 85 napig volt kómában, ebből 68 napot töltött műtüdőn Bányai Gábor, fideszes országgyűlési képviselő. Az orvosok már a családtagokat hívták, hogy köszönjenek el tőle, aztán történt valami, állapota rohamosan javulni kezdett. Azóta másként látja az életet. Sokkal szebben kéne nekem is, meg másnak is mindenkinek élnie, és akkor ez a rengeteg probléma, ami körülvesz bennünket, vagy generáljuk magunknak, ezek egy csettintésre megszűnnének. Tehát ez egy ilyen tanulság, hogy miközben nekem még mai napig fájnak a lábaim, beteg lett a tüdőm még egyszer, tehát, és mégis azt tudom mondani, hogy van értelme az életnek. Vajon milyen erő, milyen módon képes segíteni egy ilyen helyzetben? Kérdeztük az est másik vendégét, Felföldi Lászlót, a Pécsi Egyházmegye új püspökét. Az atya elmondása szerint a földi életben a legnagyobb dolog a csoda. Mindenkinek a saját szívében kell megtalálni, amikor meghallja ezt a történetet, amikor szembesül ezzel a valósággal, az élet és a halál feszültségének valóságával, hogy és nekem mit üzen ez? Bennem mit akar az Isten? Bányai Gáborért több százezren imádkoztak. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a Pécsi Polgári Szalon estjének műsorvezetője elmondta, ennek az estnek üzenete az imára való hívás volt. Rácáfol arra, amit az orvosok egyértelműen azonosítva halálnak neveznek. Bányai Gábor, a mi kortársunk itt a 24. században, akit az imádság ereje és az Úristen kihozott a halál torkából, vele találkozni, az ő hitében megerősödni mindenkinek élmény volt. A cirfándli estét a Pécsi Polgári Szalon szervezésében láthatták az érdeklődők Pécsen, a Baranya megyei közgyűlés dísztermében. A házigazda Lengvárszky Attila az egyesület elnöke volt.